A felkészülés harmadik hetét zárja a Fátum Nyíregyháza. A hét közepén megérkezett a csapat két kanadai légiósa, így már teljes keretnek tartott edzéseket a szakmai stáb. Az első időszak erőnléti tréningei után egyre többet kerül elő a labda, így már a technikai, taktikai elemek gyakorlása is napirenden van. Hollósi László vezetőedző szerint ott tartanak, ahol ebben az időszakban tartania kell a csapatnak. Hála Istennek eddig minden rendben halad. Ugye főleg kollégáimmal úgy is terveztük, hogy a fokozatosság elvét betartva szépen apránként terheljük a játékosokat, és ezáltal a sérülések is elkerültek minket. Úgyhogy nyilván az élsportról, nem az egészségről szól, tehát fájnak itt-ott az ízületek, de hát ez természetes dolog. Már taktikailag, illetve technikailag is azokat a dolgokat csináljuk, amit elterveztünk. Úgyhogy eddig rendben mennek a dolgok, nyilván a lányok fáradtak, de hát ez rendjén is van így. Mivel a játékosok több országból, több röplabda kultúrából érkeztek, csapattá kell érniük a pályán is azon kívül is. Ezt a folyamatot pszichológus is segíti. Barna nagyon sokat segít nekünk ebben is, hogy hogyan építsük föl a csapatot, illetve hogy ezt a kohéziót, ezt megfelelően alakítsuk ki. Mindenképp erre egy hatalmas hangsúlyt szeretnénk fektetni idén, mert úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha ez a kohézió megfelelő. Én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, a visszakapott jelzések alapján a lányok azt mondják, hogy eddig minden rendben van. A Fátum Nyíregyháza augusztus 30-án Budapesten az MTK ellen játssza első felkészülési meccsét. Egy héttel később egy Jászberényi tornán lép pályára csapat. Szeptember 21-én és 22-én pedig saját közönségük előtt is megmutatják magukat egy nemzetközi tornán a nyíregyházi röplabdás hölgyek.